Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Ahogy látjátok, itt vagyok kint a szabadban. És visszajött ez a jó idő. Nem ez a nagyon-nagyon meleg, de ez a meleg idő. Jelenleg 32 fok van. Gondoltam, hogy kihozom egyet a jetskit, ami ott van mögöttem. Lehet, hogy láttátok. És mentem egyet itt a vizen, ugralgattam a hullámokon, egyszer bele is estem. Amúgy jó idő van. Tehát mondom, nincs azon nagyon izzados, de azért ki lehet bírni. Aztán a videó címéből valószínűleg most már láttátok. Vásároltam egy új telefont, nem más, mint az iPhone 10-eset, ezt az XS-et, ezt az új 10-eset, és jelenleg azon filmezek. Amit látjátok, lehet, hogy nem látjátok, de azon keresztül filmezek. A múltkor, amikor kérdeztem tőletek, hogy mit szóltok a videó minőségéhez, végülis ezzel a telefonnal, kamerával, telefonnal filmeztem azt a videót. Nem a Sonyval, ugye kérdeztem, hogy szerintetek milyen telefont vettem, vagy milyen kamerát, végülis ezt az iPhone 10-eset vásároltam most már egy hete? Jaj, körülbelül egy hete vásároltam. Ezt tesztelgetem, most gondoltam, hogy ma ide kijövök, ugyanis szép az idő, egész eddig ilyen esős volt, meg nem volt túl jó az idő. Alig várt, hogy ki tudjak ugye jönni a szabadba, legyen időm, és le tudjam tesztelni, hogy milyen a jó időbe. Úgyhogy gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy mit szóltok hozzá. Tehát milyen a videónak a minőség ilyen szép napsütésbe, meg mindjárt kimegyek oda, végül is a szélre vagyok kíváncsi, hogyha belefúj a szél a kamerába, nem a kamerába, a mikrofonba, akkor mit lehet hallani, meg mit nem, tehát mennyire jó ez a zaj szűrője neki. Egy pár ilyen dolgot akarok kipróbálni, ahogy mondtam, ide a videó alá írjátok meg, hogy mi legyen. Ezen túl ezzel készítsek videókat, vagy visszamenjek a régi kamerához. Tehát a GoPro-val is fogok filmezni majd. Fogok filmezni ugye a régivel is itt-ott. Ez azért könnyebb, mert nem kell zsinoroznom. Tehát előveszem munkahelyem, vagy akárhol videózok, hazavegyek, és nem kell, hogy elővennem a zsinort, bedugnom, átmásolnom, hanem a... Mi volt? Azt hittem, hogy valami jött, de csak a jetszit hullámok jöttek, de minden? Végül is hazamegyek, nem kell zsinoroznom, hanem wireless-en ugye átmegy a számítógépemre, és rettentő egyszerű. Tehát nagyon gyorsan fogom tudni a videókat szerkeszteni, nem kell várnom, még betölti, áttölti, feltölti. Egyszerű. Tehát ennek rettentően örültem. A minőséget ugye múltkor megnéztem én, ti is biztos láttátok. Azt mondtátok, hogy nem rossz végül is a minősége neki. Ugye nem egy ilyen nagyon jó kamerának a minősége, mert olyan biztos, hogy nem lesz. Egyedül a fény erővel, ugye ezzel a fehérekkel nem vagyok kibékülve, de szerintem nem olyan túl rossz. A YouTube-on annyira nem hiszem, hogy lehet látni, de még otthon a számítógépen ilyen nagyba se lehetett annyira látni, ugye a minőségét, hogyha összehasonlítom a Sony kamerával, vagy majd csinálok egy olyan videót is, hogy a kettőt összehasonlítom, és megnézzük, hogy ugye melyik jobb, valószínűleg a Sony jobb lesz, de nem tudom, én úgy érzem, hogy lehet, hogy ezzel fog tovább filmezni, de gondoljátok, ide a videó alá írjátok, hogy mit írjátok meg, hogy ti mit szóltok hozzá. Lemegyek egy kicsit ide, megnézzük, hogyha belefúj a mikrofonba a szél. Ugye csak egy ilyen gyors videó. Csak gondoltam, hogy feltöltem ugye, és együtt nézzük vissza. A rendes videó lesz szombaton, meg ugye majd vasárnap is. Na várjál, lejöttem ide kicsit. Annyira nem fúj be a szél, egy kicsit fújdogál. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mit lehet hallani, meg mit nem lehet hallani. Nincs ilyen nagy szélviharma, de hogyha ezt várjál, látod ezeket a fanövényzeteket? Kipurította a szél. Nem mostan, már régebben, és ide kioszta a víz. Ilyen nagy szélvihar volt, látod egész arra, mindenfele. Várjál, visszafordulunk. Ami egy kicsit nehéz, vagy nem tudom, a bal kezemmel fogom most ugye a kamerát, vatkan a telefont. Eddig a jobbal szoktam, de hogyha jobbal fogom, látod, akkor kitakarom. Kitakarom a kamerát, és nem lehet látni, úgyhogy majd kell hozzá vennem, mert valószínűleg ilyen fogosztjuk valamit, mert ugye tudom így vinni, és rendesen fog tudni filmezni. Úgyhogy ahogy mondtam, videó alá írjátok meg, hogy mit hallottatok, milyen volt a mikrofon, a videónak a minőségében, szép időbe. Én azt hiszem, hogy többször fog mostanában ezzel filmezni, ami abból is jobb, ugye, hogy akárhol elő tudom venni a telefon, mert mindig benne a zsebembe. A kamera sokszor ugye nem volt nálam, nem tudtam lefilmezni, hogyha véletlen valami olyat láttam és leszerettem volna. Úgyhogy szerintem jobb lesz. Ha csak a mikrofonnak a minőség ugye nem lesz olyan túl-túl jó, majd meglátjuk. Már olyat is lehet hozzávenni, ilyen bedugós mikrofon, nem? Valószínű. Mindegy, írjátok meg, hogy lehet ilyen mikrofont venni, vagy nem. Vagy bedugod, és ilyen külső mikrofon ugye, amit felcsiptetek, vagy valahova. Nem tudom, átalakítjuk kamerának ezt az iPhone-t. Aztán egy hétig ugye tesztelgettem most már. Amúgy eléggé tetszik nekem. Van például egy pár hiba, amiről majd beszélek a jövőben lehet, de amúgy... ami meg lehet szokni. Először furcsa volt, ugye, hogy nincs rajt gomb ezen a 10-esen, és egy pár napig, amint hozzászoktam, utána nem volt ugye neki semmi baja. Aztán még mielőtt kérdezitek, amit akartam mondani, az iPhone-t, a régit, a 6-osat ugye ki fogjuk sorsolni, erről majd szó lesz a szombati videóban valószínű, hogy hogyan
Na minden, majd elmondom szombati videóban. Ahogy mondtam, ez csak egy ilyen gyors videó. Így gyorsan kijöttem, és gondoltam, hogy filmezzek egy gyorsat nektek. Aztán megyünk haza. Ha megnéztem a kólát, azt hiszem, hogy nem iszom meg. Ugyanis ide leraktam a fára, itt volt egy pár rák, ilyen fehér rák, ami... Mutatom. Azt hiszem, na, leesett. Nem szemetelünk ezt, visszavisszük a jetskire. Itt volt valamelyik ilyen alatt. Ide bemászott. Nem tudom, hogy benn van vagy nincs benn. Azt mondom, nincs benn. Csak attól féltem, hogy belemászott a kólámban, mert ilyen pici volt még az alján benne. Aztán gondoltam, hogy azért nem hiszem meg. Ki tudja, mi mászott bele. Ki jó, nem hiszem, de várják, mutatok valamit. Azt tetszik ebbe a kamerába, hogy rettentő jó volt, hogy fókuszálni. Tehát, hogy ezt ide leteszem. Látod, ilyen szép képet tud csinálni? Ki van a háttér, látod? El van homályosodva, el van mosódva, és rá tud fókuszálni egész közelről, ahogy a múltkori videóban is mutattam. Mit akartam mondani? Mielőtt el nem felejtem, a múltkori videóban ugye beszéltem össze-vissza, hogy nincsen LCD kijelzője, azért nem látom magam. Tudom, hogy ennek nem LCD a kijelzője, mert többen mondtad, hogy nem lehet iPhone 10-es, mert annak nem LCD a kijelzője. Én is tudom, csak hozzászoktam ehhez az LCD-hez, tehát ami ilyen képernyő, az nekem mind LCD. Hogyha nem LCD, én akkor is LCD-nek mondom, tudom, hogy nem LCD, de na milyen, értitek, mit mondok. Úgyhogy fogjuk a szemetet, berakjuk a jetskibe, aztán lassan azt mondom, hogy elindulunk hazafele. Már lehet, hogy be kéne oda nézni addig, de várjál, leteszem. Mutatom, hogy mi van itt bent, még mielőtt elmegyünk haza. Nem sok minden, ilyen dzsindzsa, valami itt nem pattog. Az olyan szélfúja, vagy kígyó van a tetején. Ott van benn valami szemét, látom, mint egy szék lenne bennek, a fene tudja. Na minden, oda nem megyünk be, hát a kígyós rész is van. De lassan azt mondom, hogy elmegyünk hazafele. Jövünk a jetskiért, mutatom. És közben meg fújja a fújja a szél. Nem a szél fújja, hanem a víz visszafújja. Egy kicsit húzogat, ott! Azt mondom, hogy felül szépen ide a homokos rész, majd megérem mindjárt visszarángatni. Ami én azt mondom, hogy vízálló is ez a telefon, nem? Ha belerakom a vízbe, akkor állítólag biztos, hogy el fog süllyedni, nem lesz semmi baja, csak meg kell keresni a víz alatt. Na minden, ma meglátjuk. Én azt a videót itt most befejezem, ahogy mondtam, szombaton folytatjuk tovább. Videó leírjátok meg, hogy mit szóltok hozzá. Ezzel legyenek a videók továbbra is, vagy visszatérjek a kamerához. Hát ahogy mondtam, valószínűleg a kamerával is fogok filmezni, de ez mindig a zsebemben van, meg könnyebb vele áttölteni a videókat, ahogy mondtam. De hogyha a mikrofonnak ugye a minősége nem a legjobb, ugyanis a múltkor csak benne házban filmeztem, és hogyha belefúj mindig a szél, azzal ugye gondok lennének. Na mindegy, ide írjátok meg, hogy mit hallottatok, jól hallottátok-e, meg a képnek a minőségét, egy az egybe. Mit csináljunk? Ezzel filmezzünk tovább, vagy maradjunk inkább a rendes kameránál aztán? Na mindegy, ma meglátjuk. Szóval, amit még akartam mondani, a héten ugye osztottam meg egy vagy két fényképet az Instagramon, a Facebookon is. Ahogy mondtam, ezentúl próbálok több mindent megosztani, képet, ugye ennek rettentő jó a kamerája, már fényképezése nagyon jó, a videót most teszteljük, és mivel mindig nálam van, több mindent fog tudni megosztani. Ezért is mondtam, hogy ha még nem vagytok feliratkozva, vagy nem követtek az Instagramon, vagy a Facebookon, akkor ha megteszitek, a link itt van a videó alatt, és ott láthatjátok, hogyha valamit megosztok, ha valakit érdekel, lehet, hogy senki nem érdekel. Na minden, meglátjuk. Úgyhogy ezt a mai videót itt most én befejezem, ugyanis kezd fáradni a bal kezem, kevenem egy ilyen állványt. És nehéz ez a, most vagy a kezem nem olyan erős, vagy nehéz ez a kamera, vagy nem vagyok hozzászokva. Az ecsetet is ezzel húzom, tehát na minden. Úgyhogy mára együtt mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, jöttök, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!